Jól tette fel a kérdést, újabb megsegítésről van szó. Kifejezetten elutasítjuk a megsegítés szót. A devizahiteleseket nem kell megsegíteni, a devizahitelesek oldalán áll a magyar törvény A-tól Z-ig. Azt kell elérni, hogy a bíróságok ezeket a törvényeket az uniós harmonizációs törvényekkel együtt alkalmazzák, és akkor egyetlen egy fillérjébe nem fog kerülni a magyar költségvetésnek, a magyar devizahiteles problémáknak az elrendezése. Ugyan már idáig nagyon sokba került ugye az egyházak megmentése, az önkormányzatok megmentése, amire egyáltalán nem volt szükség, amiből fognak építeni 6-7 stadiont, akkor, amikor most már lehet mondani, hogy több tízezres számban éheznek magyar gyerekek, nem fognak tudni iskolába menni, amikor már a szülők nem tudnak nekik megfelelő anyagi támogatást biztosítani. Szóval itt ez a dolog arról szól, hogy a magyar törvény betűit kell betartani, ahogy velünk is be akarják tartatni, és akkor lesz ez Magyarországon, és törvényesség, ha ez működni fog. Ameddig ez nem működik, addig Magyarországon nincs törvényesség. Én ezt 25-én úgy mondtam el a kúria előtt, hogy én innentől kezdve törvényen kívülinek minősítem magamat, mindaddig, amíg nem áll helyre a törvényesség. Amiben segítséget tud nyújtani a kormány, és nem anyagi, hanem erkölcsi segítség, elrendeli ezeknek a pereknek a teljes illetékmentességét. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan azért nem tudnak perelni, mert hatalmas az illetékösszeg, így azt is mostanában emelték 3%-ról 6%-ra. Ezekben tud segíteni, és elrendeli ezeknek a pereknek a soronkövi lefolytatását, ami így is legalább 3-4 évbe fog telleni a mennyisége miatt. És addig elrendeli a teljes kilakoltatás megállítását és az áradékoknak a felfüggesztését. Ez a legfontosabb. Röviden még azt mondaná nekem, akkor összefoglalva röviden tényleg, hogy megértsük, hogy akkor egyenként szeretnének tereket indítani, és hogy mi alapján, tehát mi az, amire ők hivatkoznak. Én, mint magánember és nem jogász, én úgy látom, hogy minden szerződés egy picikét más. Tehát egy kaptapára ráhúz, nem igazán lehet, de az biztos, hogy 99%-ban mindegyik sem is. Ezért kell sajnos egyenként pert indítani, és kártérítési összegeket megállapítani, ahol már jár. Mert van, ahol már az ügyfél mindenféleképpen anyagi kártérítésre is jogosult, és nem anyagi kártérítésre is jogosult, tehát nem lehet egy kalap alá venni sajnos. Ezek egyszerűen azért semmisek, a legutóbbi ítéletből csak egy pont, mert nem volt benne a THM-ben az árfolyam rés. De nem ez a probléma. Az a probléma, hogy én mikor annak idején hitelt vettem fel, nekem nem kellett devizahiteles számlát nyitnom, nem tettek rá nekem svájci frankot, én forintba kaptam, és forintba is kérik. És persze, amikor mentem a bankomhoz, hogy innentől kezdve egy összegbe ki akarom fizetni svájci frankba tartozásomat, és felejtsük el, nem is engedték. A szerződésmódosítást nem engedik, vagy pedig olyan anyagi teher mellett engedik, hogy nem éri meg az ügyfélnek. Tehát mindenféleképpen az ügyfél egy harapófogóban van szorítva. Idáig magaslóról beszélgettek velünk, most már hál' Istennek látjuk, hogy ahol megjelenünk, a bankok előtt, Gyulán, Sziget-Szent Miklóson, Debrecenben, akárhol, megjelenünk az első banknál, már közismert autóval, meg a hangszóróval, sorba zárnak be a bank. Félnek. Féljenek is, van mitől félniük. Ne az alkalmazottak féljenek, mert ők csak alkalmazottak, mert részben ők is hibásak. De az igazi hibás ugye maga a tulajdonos, aki nem magyar, magántulajdonos, és külföldi magántulajdonos zsebébe megy az a haszon, amit a magyar emberek